Ez az Arándok út, ez Spanyolország Galícia tartományának, Santiago de Compostela-nak a székes egyházához vezet. A legenda szerint itt vannak Szent Jakab, idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. Ehhez az Arándok úti célponthoz több útvonal is vezet. A klasszikus útvonal a Spanyolország északi részén vonul végig, de ahogy szokták mondani, minden út Rómába vezet, hát Santiago de Compostela is egy hasonló célpont. Ide is nagyon sok útvonal el lehet jutni, léteznek Portugáliát keresztül ezekre útvonalak, meg lényegében egész Európából kölcsönszerűen egybe futnak az utak. Általában a Pireneusok után találkoznak ezek az utak, és onnan összpontosulnak a Arándok csapatok, és úgy gondolnak végig Santiago de Compostela-ig. Első kérdésem vendégeimhez az lenne, hogy honnan jött nekik ez az elhatározás, hogyan jutottak erre az elhatározásra, és mi készítette őket ennek az útnak a végi járására. Na, akkor kezdem olyan jogon, hogy mindig akár tizelet hozzám a kérdéssel. Hát legelső alkalommal a kamionokon gondolok, az egy ilyen délutáni unatkozásos televízió kapcsolgatás volt. Elkaptam egy ismeretterjesztő filmet, amiben szerintem 3-4-5 percig többet úgy sorogattam be. Csak megütött a filmek azt, hogy kamionok a Santiago és Santiago de Compostela. Aztán ugye telt az idő, akarva akaratlanul, de folyton belefutottam, amikor a bogára felült, és amikor elfelejtettem volna, vagy megfelejtettem volna róla, akkor általán kézbesítettek egy könyvet, egy úti könyvet, ami erről az Arándoklatról szólt, ezt lefordultam. Kiderült, hogy a főnöknő végigjárt előző évben, aztán mesélek rengeteget. Mindenhol belefutottam, itt elsősorban mosolyog rám egy lány, muszáj megemlítsem, hogy szervezőként részletem táborban, és az első segítségem, aki megérkezett a bannerek felkötözése közben, az egy 16 éves lányzó volt akkor, mondta, hogy most jött hozzá nemrég, az Erta Mióról. Szerintem az volt a tetőzése, nekem a 3 éves gondolat élésnek, és aztán egy sörözés a mellettem ülő Julival, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen az ő fejében is érik ugyanaz a bogár, hogy egy fejével elégítják ezt az Arándokutat, csak akkor átadom a szót neki. Hát én életemnek egy elég zűrös pillanatában találkoztam először a kamionnak a gondolatával, és az első reakcióm az volt, hogy egy gyerekes anyaként egy olyan vágyom, hogy teljesen elérhetetlen, és amúgy is hiába reménykedek, hiába gondolkodok, hogy ő soha nem lesz semmi. Tehát nem így történt, többször találkoztam, ugyanígy adásokba képeket nézegettem, és egyre erősebben éreztem azt, hogy ez engem vonz, ez az út engem hív, nekem ott a helyem. Nem igazán értettem, hogy miért van ez így, de nagyon vonzott az egész. És akkor eljött egy olyan pillanat, amikor félretettem minden a fogalmat, eldöntöttem, hogy gyerekeim sem tudnak szenvedni az alatt a 2 hét alatt, amíg nem leszek itthon, és az anyagi és minden problémák megoldódnak, és akkor nekivágtam, és tényleg így lett, hogy mindenkinek én gondolom, hogy gyerekeknek is, nekem is egy fordulópont volt, és nem most hogy sikerült hazahozni. Hogy Júlia nagyon jól fogalmazott, hogy az út, hogy az út nem lehet megmagyarázni, mert valóban hívott. Egy olyan dolog ez, mint egy jó könyvvel való találkozás, hogy az ember valahogy neki tud, vagy neki megy, vagy ajánlja valaki, és akkor elolvassa, vagy én az úttal találkoztam, még egy nagyon-nagyon jó barátom 2005-ben járta végig egyedül, és akkor követtem az ő útját.
és olvassam mellé természetesen, de akkor úgy olvasom azokat a könyveket, mint valami regényeket. Aztán, amikor hazajött és megláttam rajta, volt egy nagyon érdekes változás, amin keresztül ment, hogy annyira tehát pozitívan mindenféleképpen, akkor kezdett érni bennem a gondolat, hogy ez nagyon, valami nagyon-nagyon jó dolog lehet, amit talán tehát el kell lenni, meg kell lenni. Ez a fiú most világkörüli úton van, úgyhogy nagyon gondol embereket ezek a kalandok. Hát először természetesen kalandnak fogod be, van spirituális része is, de valahogy kalandba vágy az első dolog, ami volt, vagy esetleg, hogyha valakinek valami problémája van, nagyon-nagyon sok probléma megoldódik az út során, ezért az arányok holnak többnyire. És ugye, hogy mondtam Júlia, hogy általában fontos egyet a dolog, és pozitívan mindegy ki belőle. Mielőtt átadnám a szó Gyulának, el kell, hogy mondjam, hogy ugye, mint minden zarándok út, ez is általában gyalogosan tevődik meg, viszont Gyula ezzel szemben bicikire járta végig ezt az útvonalat. Hogyan jött az ötlet? Szerintem a könnyebb lehetőséget választjuk. Aki itt volt a tavalyi tusványosan, az és Visszsátorban volt, akkor talán emlékszik, hogy tavaly egy afrikai kalandtúráról, ott kalandtúráról tartottam egy beszámolót. A barátommal Vitéz Kürtösi néven keresünk ilyen lehetőségeket, ahol elmehetünk, utazhatunk. Egy kicsit népszerűsíthetjük a Kürtös Kalácsot Külföldön, és miután autóval tettük meg azt az utat a Szaharában, keresünk egy új lehetőséget, hogy mit tehetünk, milyen útra, milyen kalandra vállalkozhatnánk, és hát nyilván minket nem tudtunk az LKM-ról, tudtunk róla, hogy ez kerékpárral is teljesíthető, és igazából ez volt a következő ilyen útunk, amivel belevágtunk, és tavaly augusztus végén utaztunk le Spanyolországba. Nem tudom, nem tértünk, és majd nyilván elmegyünk a részletekre, tehát mi Pamplónából indultunk, és 700 kilométert tettünk meg 9 nap alatt, és úgy érteztünk meg Santiago de Compostelába. Következő kérdésem az lenne hozzátok, hogy főleg egy olyan embernek, aki nem járta még végig ezt a zarándokutat, meséljétek el, hogyan készültetek fel erre az útra, nem lelkileg természetesen, hanem mik azok a dolgok, amit végig gondoltatok, hogyan terveztétek meg az útvonalat, hogyan kerültetek el a zarándok, mint kezdetéhez? Erre az útra nem lehet felkészülni. Tehát valóban a lelkünk elindul, mi megyünk utána, és aztán nem kell csak rátalálni. A felkészülés, bizonyára felkészülés, ha nem lehet, álmodozásról szól, hogy vajon milyen lesz, tele izgalommal, és tulajdonképpen már elindultál azzal, hogy folyamatosan rá gondolt. Én így értem, hogy... Én nagyon furcsán tettek fel a kérdéshez, hogy hogyan készültünk fel, de természetesen nem lett le, hát akkor sehogy nem dolgoltunk, nem tudottunk, nem ettettünk és nem hűltünk az itt az elván semmi, hanem a felkészülés az csak is belső volt. És én úgy értem, hogy kívül arról szól, hogy tudtam, hogy itt van vagyok mindent magam mögött, két hétig, mert ha mi ott egy kibot jártuk végig, akkor a kártizsák lesz az ő, én és az Isten, és akkor én ezt akartam kipróbálni, ez mit jelentett.
És az elkészülés nekem, ami a legnehezebb volt, az ott volt, hogy egyáltalán nem néztük meg az útvonalat, nem tudtuk, hol alszunk, nagyon-nagyon kevés pénzünk volt, mert mondtuk, hogy ennyire nem jobban lehetett az útvonalat felállításig, és ebből állt tulajdonképpen a rákészülés, hogy eldöntöttük azt, hogy ez most nem az, amikor nagyon ügyesek vagyunk, nagyon tudom, hogy előadóan, hogy tudjuk a hátizsákot és megyünk, és akkor valami nagyot csinálunk. Ilyen szempontból nem szólt nekem kalant, húga az egész, hanem arról szólt, hogy akkor lássuk, hogy akkor, amikor rábízom magam, arra, amit körülöttem történik, amikor hagyom, hogy a körülöttem nevű események, történések, emberek és minden, ami zajlik hatással legyen rálunk, igen, folyamatosan volt, hogy így igaz, de akarom létrehozott. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ezer alattunk az út megnyitva lenni, ahányan vagyunk, amiféleképp járjuk végig, és annyi hatást tudtuk eltenni, amit megengedünk, hogy nekem ezt mondjuk, hogy ezt kell nyitni. Csak nagyon röpten teszem ehhez hozzá, hogy részemről a lelki felkészülésnek viszáig fogalmazom én is a kérdés ellenére, nem erős része volt az, hogy igényem van nekem arra, hogy valamennyire átláthatóak legyenek a dolgok körülöttem, hogy érezzem azt, hogy mi az, ami az én kezemben van, mi az, ami rajtam nőlik, hogy tudok ahhoz hozzátenni bármit is, amit én szeretnék, stb. Stb. Szerintem ez egy eléggé természetes reakció vagy igény sokunk részéről. Na hát a felkészülésnek volt egy nagyon kemény része, amikor rá kellett ütlenem, hogy erre az útra nem lehet felkészülni. Nem lehet azt kiszámítani, hogy Bajnasztár kellős közepébe érkezel el a Szúrgyász tartományban első éjszaka. Nem lehet arra felkészülni, hogy reggel bejelentik, hogy az a vonat, amivel a repülőtérre indulnál, az pont ma nem fog közlekedni. És csomó hasonló dologra egyszerűen lehetetlen felkészülni. Ezeket a dolgokat valahogy el kell engedni, mert ha nem, akkor ez egy ilyen plusz stressz faktor, amit ugye az embernek próbál kikerülni. És attól a pillanattól kezdve, ahogy ezt a kontrollt sikerült egy picit lazábbra hagyni, és azt mondani, hogy végül is jó lesz úgy, ahogy lesz, olyan magán lesz. És valahogy a gondviselés elvetett minden. Amit csak kívánni tudtunk, az előfordítók összejött, és ilyen fölösleges előfeszítés lett volna előtte két hónapig ülni és nézni a térképet, számolni a kilométert. Abszolút fölösleges. Így utólag azt mondom, hogy örülök annak, hogy azoknak a pillanatsorozatoknak, amik ezekre engem megtanítottak, és ezt én nagyon-nagyon a kamionnak tudom köszönni. Azt kell tudni, hogy az LKM-en az Ajándok útra Észak-Spanyolországban egy nagyon-nagyon kiterjedt infrastruktúra épült föl, és többek közt ez az, ami körülvé teszi ezeknek a problémáknak a megoldását, mert nem kell szállást foglalni, nem kell kitalálni semmit, hogy merre kell menjél, oda mész, átveszed az Ajándok útlevelet és elindulsz, és lépten nyomon a sárga nyilat kell követni, talán a potokon is láttok majd egy párat, bármelyik faluba megérkezel, biztos, hogy van zarándokszállás, nagyon olcsón. Egyébként én úgy gondolom, hogy ezt turistaként is simán érdemes kihasználni, hiszen mondjatok egy olyan helyet, ahol a történelmi belvárosban Székesfehérvárnál Székes Egyház mellett 3 euróért egy éjszakára meg lehet szállni. Tehát megvan, ki van épülve ez a rendszer, és tényleg leveszi az ember válláról ezt a dolgot. Egyszerűen oda kell menni, és el kell indulni. Hát ami pedig a felkészülés részét illeti, nekünk ez egy kicsit másképp alakult, hiszen nekünk nem gyalogolni kellett, hanem még egy körülbelül 50 kilós bicikli csomagkombót is magunkkal kellett cipelni, illetve ucipelt minket, de hát nekünk kellett tekerni, úgyhogy ugye kerékpároztunk, mi előtte is túrázgattunk, tehát ezek ilyen napi túrák voltak, 40-50 kilométer, itt pedig eleve úgy indultunk, hogy napi minimum 70 kilométer tekerni fogunk, és ami önmagában még talán nem is jelentett problémát, hogy lebiciklizzen az ember 70 kilométert, viszont
normális körülmények között egy ilyen biciklitúrán az ember hazamegy, aztán alszik, és másnap nem azt csinálja. Most itt 9-10 napon keresztül kell ezt a 70 kilométert biciklizni, és erre nem, tehát nem tudtuk, hogy ezt, hogy erre hogy fogunk reagálni. Megbocsánat a fenekünk, hogy fog reagálni például. És ezért mi elkezdtünk, tehát egyszer egy napos túrák voltak, aztán két napos túrára elmentünk, aztán körbe tekertük a Balaton, és egyébként ez kicsit meg is ijedtünk, mert egy két napos Balaton kerülő túra után mindkettőnek eléggé fájt a térde, de végül is nyilván belevágtunk, és hát a minimális sár, amit megtettünk, az 60 km volt, a legjobb napunkon pedig 130 km-t tudtunk biciklizni. Én egy kicsit ellentmondani, mert lehet, hogy mi voltunk a nyugodat, mert nekünk sikerült elmerni, és eljutni a csillagos ég előtt voltunk, amit mondta az utcánkból, és voltunk parkból, város felis közepén, úgyhogy nekünk azért sikerült olyan helyet találni, ahol lehet, hogy pont erre volt szükségünk, és emiatt jött össze, de volt ilyen. Igen, erre mi is fel voltunk készülve, hogy ilyen lesz, nem volt egyébként, mikor voltatok, milyen időszakban, mert mi augusztus végén már lejárt. Tehát ugye akkor minőségén. Ugye akkor nem valószínű, hogy több nagyobb a tömeg, több zarándok van. Mi igazából Santiago előtt az utolsó két napon találkoztunk az utolsó nagy tömeggel, tehát már ugye szeptember eleje volt, már kevesebben mennek, és tehát fel voltunk mi is arra készülve, hogy esetleg valóban szabadban kell aludnunk, ugyanis egy lényeges dolog, hogy ezen a zarándok úton a gyalogos zarándokok mindenhol elsőbséget élveznek, tehát ez azt jelenti, hogy addig, amíg az összes, ugye most majd elmondjátok ki, én úgy tapasztaltok, hogy a gyalogosok azok kb. 2-3 óra körül már megszálltak, tehát nem gyalogolnak reggeltől estig. Nem tudom, mi 5-6 óra körül érkeztünk meg a szállásra, és gyakorlatilag 4 után nem láttunk gyalogos zarándokokat. De mondom, tehát ez szezon vége volt, és elvileg, tehát az a szabály, hogy amíg gyalogos zarándok érkezhet be, addig a kerékpárosok nem kapnak szállást. Ezt egyébként tekintettem a szezon végére egy helyen mondták, említették, de természetesen akkor is volt szállásuk, hogy feleslegesen vittem a körülpólók magamnak. Nem tudom, nem tudok mi azt, hogy ez a szabály, hogy nekünk be kellett volna érkezni, de utána, hogy volt olyan, hogy este 10-kor például, amikor érkeztünk meg, és nem tudtunk ezt észre, hogy figyeltünk oda, és nem kellettünk, hogy valóban érkeztünk, voltak már, nem tudtam, képeztek, de nem figyeltünk én. Valószínű, hogy ez a tömeg, ez a zarándok útvonalok függvénye is, ugyanis mi legelsőnek találkoztunk egy német srácsal, aki mesélte, hogy 2 hetet járt a francia úton, és utána úgy döntött, hogy óriási nagy a tömeg, érzi ő annak a feszültségét, hogy korán kell indulni ahhoz, hogy időben szállást kapjál az állami albergében, alberge ez a szálláshely, és akkor ő ezzel a stresszel inkább nem akarja járni az utat, mert hajtáson is tömeg van, ő inkább csendességre vágyott, és ezért 2 hét után átbuszozott Oviedóba, és akkor a Camino Primitivon folytatta. Az igazság az, hogy nekünk volt olyan napunk, amikor szerintem 4-5 embernél többen nem találkoztunk a nap során, maximum este, amikor beértünk. Az igazság az, hogy 2 és 3 között szerintem szélszáztunk. Rászoktunk a sziesztára, itthon sosem alszom délután, ott az volt a legkellemesebb, hogy az erdő közepén le a hátizsákból, akkor 2-3 órát amennyit jól esik, egy jó sziesztáztunk, aztán egy jót kávéztunk, ha volt, és azzal indult tovább. Bocsánat, ha már a sziesztá szóba került, egy kicsit kiragadnám a folyamatból, és elmondanám, hogy ez Spanyolországban nagyon komolyan kell lenni, mert gyakorlatilag olyan dolgokkal találkoztunk, hogy nagyvárosokban siesta van 12-től fél 1-től 4-ig. Az ember belül az étterembe,
kihozzák neki a kaját, aztán a pincérek elmennek sziasztázni. Tehát 2 és 3 között ott vannak a tányérok az asztalon, mert sziasztáznak, majd 4 órakor jönnek és összekedik. Ez volt az egyik. A másik, hogy megérkeztünk Leóba, az nekünk egy rövidebb nap volt, és ilyen, hát nem is tudom, ilyen 3 óra körül értünk be a központba. Rengeteg turista volt, viszont minden étterem zárva volt, szerettünk volna enni. És bementünk a Székesegyház mellett van egy turisztikai iroda, és bementünk oda, hogy hát szeretnék ajánlani, milyen lehetőségeink vannak. Hát mondták, hogy ott van a McDonald's, bemehetnénk, mondtuk, jó, rendben, de hát Spanyolországban vagyok, hagyományos spanyol ételeket szeretnék enni, hát akkor kénytelen 7 óráig várni, mert ő majd akkor mit meg az étterni. Ráadásul nem volt az itt a vizőnek sem. Hát úgy kellett valami beosztani az időt, és ha tovább akartam menni, akkor ennyire bevásároltál, és a fiatta az egy olajfalat volt a kakaósávéval, vagy a krasszanttal, vagy bármivel, amit elkészítettél magadnak. Erről az utról még azt kell tudni, hogy nagyon ügyesen felosztották etapokra. Tehát az a kényelmesebb változat, ami azt jelenti, hogy 35 nap alatt lehet nagyon-nagyon nyugodtan és mindent megnézve végigjárni az elkönyvön. Na most ezt én is próbáltam követni egy-két napig, de annyira lassú volt a tempó, én egyedül voltam, egyedül kaminoztam, annyira lassúnak tűnt a tempó, hogy megdupláztam az etapokat már a 3.-4. nap, mert egyszerűen valóban az volt, hogy 2-3-kor már az arányokok a kijelölt szálláson voltak. Akkor ezt tisztázzuk gyakorlatilag, te gondolom, hogy te is akkor a Saint-Jean-Pierre du Port-ból Saint-Pierre-de-Compostelle-ig tartó klasszikus Caminos Francesről beszélünk, nem tudom, ti honnan indultatok? És az egyik kedvenc élményem az egy vasárnap délután, amikor megérkeztünk egy ilyen szálláshelyre, körülnéztünk, és akkor persze talán semmi, körülnéztünk a városból, sehol semmi, vasárnap délután van, mégis csak úgy kézeljük, és akkor egymással néztünk, leültünk a padra, egyet énekeltünk, és elmondjuk, hogy jó, akkor ez az a vasárnap, amikor mehetünk. Már nem így lett, mert közben volt a sütés fogás, jöttek nektem, megkérdezték, hogy nem szeretnék csatlakozni, és az egésznek a vége az lett, hogy egy nagyon kellemes többfogás, és a vacsorával csináltak meg, rengeteg sok rendszerkésítő csapattal egy nagyon kellemes vacsoráztunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot nyertünk azzal, hogy belőttek rá az üzletet, hogy rengeteg érdekes embert ismertünk meg. Említésre került az előbb az úgynevezett Zarándok útlevél. Ezt gondolom majd előadás után Gyula mindenkinek megmutatja, akit érdekel, akár most is körbe lehet adni. Esetleg erről egy pár szót kérlek szépen szóljatok, hol lehet ezt megkapni, megvásárolni? Gondolom mindenki ott, ahol nem indul. A francia útok a kínból pontra, a francia is van a határ. Azért választják kevesebben, mert elég láb megpróbáltató átmenni a Pirineusokon, és abból kiindulva, hogy még 30 napig, 25 napig zarándokolni kell, bizony megfontolja az alelnök, hogy bevállal-e, igaz, hogy valami 17 km, de aki nem edzett, és nem járja a hegyeket, annak nagyon fájdalmas a további út. Ezért vagy rózsaszvágyásból indulnak az emberek, vagy még egy kicsit tovább. Első nap ugyanis Pamplonából indultunk, első éjszakát Loszákozban töltöttünk. Az első ember, de egyike, akivel találkoztunk, egy fiatal srác volt, talán 19 éves,
két hónapja úton volt, Hollandiából érkezett, és neki még hátra volt egy hónap, amíg megérkezett, meg úgy megérkezett Santiago-ba, tehát vannak ilyenek is, akik gyakorlatilag messzebbről elindulnak, és ilyen két-három hónapon keresztül teszik meg ezt az utat. Valóban, tehát gyalogosan láttuk, hogy az emberek ugye elgyötört lábakkal masszírozgatják a lábaikat esténként. Ezért is gondolom, hogy a biciklisteket annyira nem szeretik, mert mi vidáman felfutottunk a lépcsőn, és ez talán stresszelheti őket. Hát nekünk nem a lábami fájt tegyük hozzá. Nem, szerintem én például felhívtam a biciklisekre, mert én... Nem, azért, mert én úgy gondoltam akkor, hogy én biciklisekre kellene még mindig menni. És akkor gondolom, hogy ez a biciklisekkel is ugyanúgy van, hogy úgy gondolják, hogy hú, hát lehet, hogy a gyalogosoknak könnyebb, vagy nem tudom. Mert úgy, jobban lehet haladni. Nem, tehát ez egy másik dolog. Ami bennem biztosan megfogalmazódott, az az, hogy tehát, ha klasszikusan a zarándoklatról beszélünk, és majd erősítsetek meg, vagy ne, ugye ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az ember épp nem tud kezdeni magával. Tehát például leérettségizett, nem vették fel az egyetemre, van egy kis szabad ideje. Tehát egy nagyon jó lehetőség világot látni, nagyon jó lehetőség emberekkel ismerkedni. Mások életük nehéz időszakával gyakorlatilag megoldásokat keresnek, lelki problémákra, ilyesmi. Én úgy gondolom, hogy erre a gyalogos zarándoklat alkalmas, hiszen napi sok órán keresztül, sok-sok kilométeren keresztül lelógó fejjel bandukolsz és gondolkozol, és próbálod megoldani a problémáidat. Ez kerékpárra nem működik meg, hogyha én lelógó fejjel elkezdek gondolkozni, akkor elutam a gyalogó zarándokokat. Egy ilyen zarándok utalan, gondolom a zarándoklaton kívül természetesen rengeteg élménnyel gazdagodhatok. Ki tudnátok elvenni, Júlit, egy pár ilyen élményt esetleg, ami számodra meghatározó volt, legyen az kellemetlen, kellemes. Persze, először szeretnék hallaszolni a szakértői reagálítanának jó technikusról. Az első nagyon jó kedvünk volt, rengeteg apjának lehetünk. Voltak olyan pillanatok, amikor befelefordultunk, tehát nem arról szólt, hogy jogot tettünk, hanem idekeztünk fel a gyorsan, mert nagyon sok két dologban sem voltam. Igen, én még... Megpróbáltatásokat, meg fizikai, lelki megpróbáltatásokat is emlegettetek előttem, akkor én a legelső napot emelkezni, hogy itt lesz Spanyolországban, Madrid, onnan aztán a busszal Oviedo, itt egy fél szóban említettem a közbalbuszunkat, a bányászok megtámadták, éppen bányászták volt Leonban, aztán ott várakoztunk meg, sikerült egy busszal továbbjutni, és akkor eljönünk Oviedo-ból végre gyalogosan a Zarándok úton, az útvonalról pontosabban. Délután elkapott minket egy eső, fél órán belül kiderült, hogy az esőköpenyek, amiket mi itthonról vittünk, ugye felkészültek, ha eső lesz, akkor a zsákra is legyen, stb. Fél óra után említek semmit, csorog vizesek voltunk. Úgy a kedvünk az, nem mondom, hogy lankad, de a fáradtság az kezdett kiütni rajtunk, plusz hozzátesz egy adott bizalmatlanságot, meg olyan, keresem a helyemet a dologhoz, az, hogy idegen osztály, a nyelvből túl sokat nem értettünk, na és akkor kerestük a következő zarándok szállást, hogy akkor most már egyszer lepihennénk, két napja voltunk akkor úgy elindulva itthonról, hogy nem aludtunk, na és mi történt innen? A zarándok szállás jelző nyilacska mellett elmentünk, úgyhogy nem vettük észre, és aztán lepihentünk egy fapon, előteraktuk a hátizsákokat, megérkezett ez a német úriember, akit emlegettem az előbb. Ő azt mondta, hogy a következő faluban van alberge. Elnézett, hogy összeszedjük az előnket, a következő faluig akkor tovább megyünk az esőben, átlászva, és mint a Isten, kiderül a következő kis faluban, hogy alberge bizony nincsen.
sőt ajánlgatják nekünk a panziót, ami nagyon drága, két idős úri ember az utcán. Mi mondtuk, hogy hát nekünk panzióra pénzünk nincsen, úgyhogy valami fedelet ajánljanak a fejünk fölé, hogy az eső ne vegyen minket tovább, és szárazóát lehessünk magunkra. Gondolkodtak az öregek, és egyszer csak a ház ajtajából emelve az idős úr felment a lépcsőn, intette, hogy vágyunk egy keveset, lejött egy kulcsóval. Igen, nagyon megijedtem, hogy nagyon idős volt az úriember, és mutattuk, hogy volt egy ilyen fizikát végül, tehát ő, hogy nekünk úgy pont jó, de elkezdett velem, megkezdem volna figyelni, hogy lehet tovább, hogy az öregek valami baj, hogy velem találkozott. És akkor néztük, hogy fussunk, vagy maradjunk, most mi követünk, és mivel értek, és akkor jött a kulcsom. Jött a ház melletti nyárkonyha kulcsával, ez egy ilyen páskamely nyárkonyha féleség, mondta, mutatta az utat, hogy akkor oda pakoljunk le, és akkor ott alhatunk éjszaka. És akkor nagyon megörültünk, és pakoltunk, százat vettünk magunkra, az, hogy nagyon-nagyon jól esett. Na de ezek után a reggelenül csak még érdekesebb volt, egy tenyes, torkos, magas, robuszó spanyol nő kivágta a nyárkonyha ajtaját reggel. Nap a háta mögött besütött, akik az arcát nem is láttuk. Sűrű spanyolsággal elkezdett nagyon hangosan mondani valamit. Mi hát úgy, mint aki ezt felébresztett, és gőzünk nincs, hogy most mit akar a nő, mivel haragítottuk magunkat, te jó ég, na egyszer pakoljunk, és akkor bocsánat kérő tekintettel menjünk tovább. Annyit értettünk a szövegéből, hogy enni kásza, hogy hát itt valami szűr van, az ő házában valami lábatlankodást műveltünk ezzel, na de akkor pakoljunk össze, és köszönjük meg az öregnek, és menjünk tovább. Közben a nő eltűnt, összepakoltunk, hogy lekopogtunk az idős úrhoz, az adott nő nyitott ajtót Flornak hívták, és betessékkel, ugyanolyan stílusban, sűrű spanyolsággal rávett minket, hogy hátizsákokat tegyük le és keressük. Az első lépcsőfordulóban két óriási nagy falkos törölközőt nyomott a kezünkbe, bevezetettünk a fürdőbe, nyugodtan zuhanyozunk le, és amiután kijöttünk a zuhanyzás után, lent teljes kávéval, pirítós kenyérrel, lekvárral, vajjal várt, megkérdezte, hogy mennyire beszélünk spanyolul, mint egy hát, úgy neve nem erős, úgyhogy ő lejött az asztal túlsó végén, mosolyogott égénézte, hogy megreggelizünk, aztán megölelgette, nagyon erősen utunkra bocsátottunk, vagy a minó is. Szerintem ezek az első ilyen nagyon kultúraközi tapasztalat az, hogy a spanyoloknak ez a legszívélyesebb módjuk, amikor sűrű spanyolsággal elmondják, hogy ők közából olyan jót akarnak, és akkor meghívnak a házokba, vacsorázni, vagy reggelizünk, vagy tanítjárásnak. Igen, valóban az arányzatoknak különben nagyon nagy tisztelet övezik. Végig az úton lehet érezni, hogy dudálnak, integetnek, vagy nagyon-nagyon sokan például a saját házat elég kilakulják a kekszel, a cukorkát, a hüvet, hogy bárkinek kivel megy ez, hogy azt mondja belőle. Viszont van egy ellentőre is, én ezt az indulásról értem meg, Londonig itt az autóbusz, onnan egy a taxival mentünk át a határon, onnan már nem járnak autóbuszok, és két román hátizsákos lányra találkoztam, ő már egyből csapatba verült be, mentünk át, és mondta a taxis, hogy 10 volt személyenként. Most a tendel van, az így működik, ezt már hallottuk másoktól is, ami megjegyzem, 2008-ban voltam. Talán ez nem most volt, azóta gondolom az átad is mehettek fel. És odaadtam az ideóhoz, a taxis kiszállt, és a lányok is odaadták az ideóhoz. Akkor ezt mondtuk, és képe a lányoktól újra a ideóhoz. Mondtuk, hogy elnézést, de mi már odaadtuk. De csak én akkor oda mutatott rám, hogy csak tőle kapta meg a ideóhoz. A lányok mondták, de hát most adtuk oda. Én persze nem voltam szerintem, az volt a baj, mert én az autóban már oda mondtam, amikor a két lány még mellettem ült, kiszálltam, és amikor ők odaadták, én már nem voltam, úgyhogy nem tudtam viszonyítani. Összepakoltuk, azt mondtuk, hogy nem érdekel, nem állunk szóba tüzetett ezzel a taxissal. Mi odaadtuk, kifizettük megint a szállásra. Utána jött a taxis egy rendőrautóval,
volt ott nagy kalamajka, hiába mondtuk, hogy odaadtuk, nem hitt nekünk senki, a rendőr megtalált az egyik lányt, de annyira, hogy ilyen kézműpontok maradtak rajta, és hát sírva újra oda kellett adják a tisztvizelőt. Ő nagyon szomorúan indultunk neki a nagynapnak, úgyhogy vannak ellenpéldák is. Persze a két román lány ott maradt, írtak valami panaszlevelet, aztán sajnos nem tudom, hogy mi történt velük, mert nem vettem fel a kapcsolatot. No, hát élmény az, mert ilyen negatív élmények, vagy nagyon felejtett is olyan, hogy nem állítani felkánul. Viszont kellemes élmény az, igen, én a négy napodat használom. Ez egy nagyon-nagyon meleg nyári nap volt, és nagyon kívántuk a helyet, láttak a nagy tejfárító autók, és ezzel semmit mondom, hogy a helyet kívántuk, de a nagy hőségben ez lehet egy elég kínzó érzés, mert hát kint a hegy oldalban senki kilométerekre, csak a verdő, az út és mi ketten, hát feltérettünk, hogy jó, ez nem az a nap, amikor fejet tudok kéni. És jöttünk le egy helyoldalon, ahol egyáltalán semmi civilizációnak nyomány volt, énekeltünk, kapcsoltuk hozzá a ritmust, mert hát jó kedvünk volt, és ezzel csak valaki visszatapsol nekünk. És mondom Filinek, hogy most mi történik, mert se ház, se ember, se sehol, valami. Leértünk, spanyol bácsika, épp nekünk, hogy menjünk oda, már oda mentünk, és akkor ez volt az első kérdése, hogy lépcsőt, hogy helyet, és akkor néztük, hogy úristen. Hát bementünk, jó hideg fejjel megkínál, elmondta neki az egyik tenel nagyon beteg, és nem eljöttünk hozzá. A tehenekhez. Rendis hasonlók, jó, akkor megpróbálok kitartani. Szóval a tehenekhez nem értünk, az egyedül, amit tudunk csinálni, az az, hogy énekelünk. Ha nem is túl szépen, de ezt, ha gondolja, megpróbáljuk, bementünk a tisztálóba. Egy jó nagyot énekeltünk. És nagyon értékelte az úriember, nem tudom a tehénnel mire, szerintem biztos meggyógyult. Virágot kaptunk a hajunkba, és még a végén piskótát is. Aminek a háttér története az, az volt, hogy Fidi már reggel elmondta, hogy ma van a névnapom, nagymamám mindig piskótát süt, szegény nagymama most nem tudja ideadni a piskótát. Na de amikor a piskótát a kezébe nyomták Fidinek, akkor kezdtek volni a könnyei, hogy na, összejött ez is. És tényleg ez jellemző volt úgy az egész útra, hogy amit megkívántunk, amit szerettünk volna, bármilyen kis utaság volt, vagy nagyobb dolog, azt még megkaptunk. Vigyázz, mit kíván, mert teljesül. Megköszönjük, lenne sokan valamit. Én írtam meg ezt a könyvet, ami három példányban jelent meg, számomra azért is nagyon-nagyon fontos, mert egy, hogy nekem megvan, a folytonra fel tudom tenni, tehát azért fontos, mert számomra meglegyen. A másik dolog, ami motivált, hogy megírjam időre, az a karácsony mellett jött volt a szüleimnek, meg a bátyámnak. És harmadjára pedig, ami számomra még kedvesebb, hogy a barátaim, kollégáim és ismerőseim, akikkel olvasták, nagyon-nagyon sokukban megfogalmazott a gondolat, hogy elmenjenek. Sőt, vannak olyan barátaim, akik ennek a könyvnek az alapján elindultak a könyvből. Úgyhogy azért egy nagy büszkeség számomra, amúgy semmi nagy dolog, én saját stílusom szerint leírtam, ami tulajdonképpen történt, és annyi minden történt, hogyha nem vezetnénk napot az állapotáshoz, nem akkor annyira elfelejtődik. Most is itt vagyunk a mikrofonnal kezdem, és annyit mesélhetnék, tehát estig mesélhetnék ezt az utat. Tehát ez az út fantasztikus, és sorát volt el, és így, ahogy mondják, hogy vigyázz, mit kívánunk,
mert tényleg teljesülnek ezek a dolgok. Tehát rá kell gondolni, és kívül akarni kell kívánni. És ezek a pici-pici kis csodák, amik természetesen minden nap talán megvannak, csak nem tudunk annyira odafigyelni, mint akkor, amikor egyedül velünk magunkban vagyunk. Nagyon szép a dolog, tehát és biztonságos, egyedül is biztonságos, mert nagyon-nagyon sokan nem mernek elindulni egyedül a nagyvilágban. Félelmetes, ki vagyunk szolgáltatva, esetleg lányok vagyunk, hogy ülünk fel egy repülőgépre, hogy megyünk át a határon, vagy akkor, hogy vizsgjük ki azt a hosszú utazást egyedül. Vagy ott vannak a sok élmények, amiket nem tudunk megosztani senkivel, mert úgy az önmagunkat és a bánatunkat nagyon-nagyon meg szeretnénk osztani, mert ilyenek vagyunk, hogy kell egy társ, hogy elmondjuk, hogyha fáj a hasunk, vagy éhesek vagyunk, vagy bármi történik, akkor azt mondjuk. És így vannak a szép dolgokkal is, hogy jó megélni, de azt másokkal is meg kell osztani, mert az úgy szép, és úgy lesz tartalmasabb. Én látom, a lányok nagyon-nagyon akarnak mondani ki nyilván. Igen, a dolgokban között megvannak, és úgy gondolom, hogy egy olyan világban nézünk, amikor nem is mi, de valószínűleg mi is nem értékben a környezet, hogy mindenkire kép nagyon felerősíti az aggodalmainkat, a félelmeinket, és ezek nagyon sok mindenben megállítanak. Mielőtt elindultunk, nagyon sokan mondták, hogy aztán a pénzt, ezt ilyen ötásra oda kell tenni a hátizsákot, vigyázz. Ha még zuhanyozni, akkor viszed magaddal a pénzedet, az igazolványodat, anélkül, hogy zacskóba kell tenni, nem álltuk el, és rengeteg ilyen tanácsot kaptunk. Amikor elindultunk, akkor úgy gondoltuk, hogy igen, ezek hasznos tanácsok, amikor eljutottunk az igazán útérzésre, akkor egyáltalán nem volt ez a probléma. Soha meg nem fordult a fejünkben, hogy valami nélkül maradjunk. Madridban, amikor visszaértünk, hát akkor ez csúcs volt. Annyira nem féltettünk semmit, hogy a vesztében, ami ugyebár mennyire veszélyes hely, nyugodtan leraktuk a csomagjainkat, mivel mi álmosak voltunk, hozzászoktunk a két hét alatt, hogyha az ember álmos, mit csinál, betegszik az, hogy olyan nyugodtak is mértünk a Madridi reptéren, hogy semmi gond nem volt. És a legnehezebb azt hiszem az, amikor hazakerülsz és megszokod ezt a létformát, amikor el tudod engedni a különleges aggodalmakat, a különleges kérelmeket, amit megállítanak, és eljutsz arra szintre, amikor meg tudod tenni azt, amit szeretnél, anélkül, hogy keresnéd a kifogásokat magadnak. Nagyon-nagyon nehéz visszakerülni az előző életedbe, a kötöttségek közé, ahol a haverek, a család, mindenkinek megvan maga aggodalma, kérelme, és akkor ezt egy kicsit nehéz átvinni, vagy meg kell tanulni átvinni a kérelme. Az aggodalmas elinduláshoz még egy rövid rész. Nagyon sokan mondták azt, hogy ezt az utat érdemes egyedül végigjárni, mert hogy akkor magadra figyelsz, és helyre teszed magadban, a saját dolgaidat, stb. És hogyha mással mész, biztos, hogy más a tempótól. Azt is mondták, hogy a barátságok jó eséllyel, nagyon kemény konfliktusokkal végződnek egy kamion után, amikor mindenki megjárja a saját hullámvölgyeit. Emiatt óva intettek minket is Júlival, hogy hát valószínűleg sokat fogtok ti külön gyalogolni, annak ellenére, hogy együtt indultok neki. Ezt megbeszéltük, hogy történjék bármi, még megyünk és ketten megyünk, ha úgy esik, hogy külön megyünk, ha úgy esik, hogy ketten megyünk, ebből nem csinálunk problémát. Ehhez képest nem éreztük a szükségét annak, hogy teljesen külön dolgoljunk, végig együtt mentünk. Voltak persze olyan hosszabb kilométerek, amikor nem különösebben váltottunk sokszor egymással. Volt olyan, amikor végig ilyen keltük az egészet.
mindenféle hasonlót együtt. És most azt tudom mondani, hogy nekem nagyon-nagyon jól esett az, hogy ketten mentünk, mert az igazság az, hogy sok mindent megmeséltem, már fotókat is mutattam, történeteket is meséltem, hosszú éjszakákon át, de mindig az az érzésem, amikor mesélem, most is, hogy az, amit mondok, az üres, ahhoz képest, azzal összehasonlítva, amit ott megéltünk. Hogy ez a szó, amit itt összefogalmazok, ez úgy nagyon keveset képes átadni, és az a szép, hogy tudom azt, hogy van még egy ember, aki azt érte meg, amit én, és azt együtt értük meg, azt együtt csináltuk. Nekem ez nagyon-nagyon erős. Nagyon-nagyon erős. És pont ugyanezt érzem én is, hogy mesélnék nagyon-nagyon sok mindent, és nagyon szeretném átadni azokat az érzéseket, de sajnos a nyelv, a szavak olyan korlátot szabnak, ami nem engedi meg azt, hogy mindent átlehessen. Igaz, hogy Gyulának a fényképei, amit itt láthatok a kilentükben, nem tudom, hogy mennyire látszanak, hogy igyekeztünk a legtöbbet kihozni belőle. Igaz, hogy Gyula helyett is beszélnek, de azért adjuk át neki is az, hogy a szegény elég szótlan volt, hogy nem tudjuk, hogy a lányok átvették az igen, mert a Latva a Vépére ügyben. Miről beszélünk? Hát a személyes élményeiről, hogy mindenki beszámolt valami kis apróságról, ami számára egy nagyon kedves élmény volt. Akár milyen nehézségeitek adottak, milyen plusz dolog volt az által, hogy ti biciklivel tettétek meg ezt a mutatot. Sokkal hamarabb célba jöttünk. Problémák nekünk is volt, mert visszaúton, ugye, tehát mi úgy mentünk le, hogy lementünk autóval, és technikai részleteket is mondjak, ha esetleg valaki biciklivel szeretne lemenni. Lementünk autóval Barcelonáig, ott vettük az autót, és hát mi terveztünk, hogy vonattal elvonatozunk Pamplonáig, és ott kezdjük el a Caminót. Voltak sejtésénk, illetve olvastuk a spanyol vasútaknak a honlapján, hogy ez nem lesz egyszerű. Kiderült, hogy valóban nem egyszerű. Tehát Spanyolországban hosszú távú gyors vonatokra nem lehet kerékpárt fölvinni, csak szétszedve táskában. Úgyhogy Barcelonától Pamplonáig a 400 km-es távot két átszállással három vonattal tettük meg. Mindezt úgy, hogy volt egy kedves történet, az utolsó kocsiba ültünk. Valahol a mezőn megállt a vonat egy ilyen kis megállóban, és bejött a kalauz, mondott valamit, és hát mindenki szedte a csomagjait, és leszállt a vonatról, minden részmindásfára egymással, mondom neki, hogy nézzük már meg, hogy mi van, mert valami történik. Leszálltam a vonatról, hát kiderült, hogy gyakorlatilag a vonat eleje az nem tovább, a vége az meg nem, de ezt nekünk nem tudtunk spanyolul, ezt nem mondta senkit, így előrohantam a vezető ott volt a kalóz, és mondtam neki az embereket, hogy van két ember biciklivel a kalóznak, de ez mégiscsak tudni kellene, hogy összeállt ide két ember. Jó lenne, hogyha minket is megvárnának, hát átvittük a két biciklit, ráadásul a vonat elején voltak a másik kerékpárszállítók. Mindenki nézett, mindenki vigyorgott, okoztunk egy kis késést a vonatnak, de aztán mi is tovább tudtunk menni. Visszafele, mert az volt a probléma, hogy akkor meg ott voltunk Santiago-ban, ami 1200 km-re van Barcelonától, és ott meg végképpen működött volna ez, úgyhogy végül is elküldtük futásszolgálattal Barcelonába a bicikliket, és azt tudjuk mondani, hogy az a jó megoldás, és erre is megvan a kiépített rendszer. De valaki kerékpárral szeretne végigcsinálni az El Caminót, célszerű futárral vagy postán leküldeni a kiindulási pontra a kerékpárokat, és Santiago-ból pedig visszaküldeni is lerepülni egyébként, mert valószínű, hogy kevesebbre fog kerülni, mint hogy az ember autóval megy le a tetején a kerékpárokkal. Ami az élményeket illeti, hát nálunk voltak viták, tehát mi bicikliztünk külön is néha, és de megoldódnak, tehát ha erősebb kötelünk, akkor nyilván utána ezek a problémák megoldódnak. Ami számomra megható élmény volt egyébként, az, tehát ugye azt mondtam az elején, hogy mi nem zárnyokon mentünk, tehát mi egy kerékpár túrát
teljesítettünk, és egyébként nem változatos, az eleje az, hogy Inverzsóban sörülten van Leon környékén egy kicsit egy-két napos számunk, egy-két napos lapos szerep, ami meglehetősen unalmas. Aztán, és utána pedig megint dombok, és hát egyre magasabb, meg neveleket emelkedők következnek. És egyébként arra is rájöttünk, hogy az utolsó szakasz, ugye nem tértünk egy technikai részletre, bocsánat, mikor egy zárójelet. Tehát, hogyha valaki ezt hivatalosan akarja, tehát én nem csak saját magának akarja teljesíteni, mert papírt is szeretne kapni, hogy ezt tudni kell, hogy aki teljesíti az arányok utat, az kap egy komposztellát, amit a Szent Gyermeke komposztellában az arány, az utolsó arányok irat. Nem, a kredenciál az úgy levél, a komposztella az arány, az aklevél. Igen. Tehát kapsz egy elismerdényt, és tehát ennek a hivatalos feltétele, hogy ezt megkap, az, hogy a gyalog az utolsó 100 kilométert. Tászusz. Kerékpárral és lovon, hogyha kettőszer. Tehát ezek a hivatalos formák. És nagyon sok az arányos utat szerveznek turisztikai irodák meg ilyenek, és ez az utolsó szakaszra szervezik rá, ami egyébként az én meglátásom szerint, mondom ezt úgy, hogy mi nem mentünk át a Pireneusokon, hogy az utolsó része Astorgától az nagyon gyönyörű, tehát ott két hegyen is át kell menni, ott érünk ki az ember a Caminónak a legmagasabb pontját, a Cruz de Ferro. És ehhez kapcsolódik az, amit el szerettem volna mondani, hogy ez gyakorlatilag egy kőkupac. Van egy ilyen hagyománya az El Caminón, hogy az emberek otthonról vagy útközben felszednek egy követ, kavicsot, arra, vagy ráírnak valamit, vagy nem írnak rá valamit, és ezt ott adják a Cruz de Ferrónál. Ebből egy már szép nagy kupac alakult már ki, és hát a közepén van egy igazából nem túl szép, egy oszlop, aminek a tetején van egy kis kereszt. De nem is ez a lényeg, hanem ezen, és ez szokás nem csak itt, hanem az útvonal többször is lehet találkozni olyan helyekre, ahol az emberek ott hagynak bizonyos tárgyakat, bizonyos üzeneteket. Sok helyen lehet egyébként találkozni, mert is ahol a szétszakadt cipőket hagyják ott, tehát ezeknek is mementók, talán van egy kutatás, hogy már átpörgök rajta, nem tudom. És ezeken, tehát az ember szán rá egy kis időt, és végignézi ezeket az ott hagyott tárgyakat, egyébként levelek vannak, működő karcórák, mindenféle személyes üzenetek, és tehát ott volt az, amikor úgy rátört az, amikor megérted azt, hogy itt az emberek nagy része, vagy egy része miért teljesíti az utat, hogy elolvasod azokat a kis leveleket, amiket szeretteinek írt, a halálozó gyermekének írt, tehát ez egy nagyon mi pontja volt ilyen értelemben, hogy is megható, tehát amikor ezeket a dolgokkal szembesültem. Én még annyit tudunk, hogy az utolsó 120 kilométer azért majdnem a legnehezebb, mert a spanyolok onnan indulnak, mivel hogy ennyi távot, ezzel a távot kell megtegyenek ahhoz, hogy kiváltsák a diplomájukat. Na most nekünk, akik Saint-Jean-Pied-de-Portban indultunk, és már megtettünk a 200 kilométert, nagyon-nagyon nehéz volt, mert hogy ilyen nagyon-nagyon fit, jó illatú, jó kedélyű spanyol társaság futott el mellettünk, mi meg nagy lábfájósan, izgulva, hogy ennyire kimerültem, ami már az útnak az utolsó része következett. Egyáltalán lesz el lehetőségünk letusolni, vagy kapunk-e valahol egy kis tetőt a fejünk köré. És ezekkel a spanyolokkal valóban nagyon jól haragudtunk. De megoldódott. Nem tudom, azért, mert én 2008-ban voltam, soha nem volt olyan problémám, kint kellett aludjak. Talán egyszer volt, de azért volt, mert pont emiatt, mert a kicsi spanyolok nagyon lekörözhettek minket, és azért mondom minket, ez is nagyon furcsa, hogy egyedül voltam, egyedül találkoztam, de mégis mindig
valahol valaki hatodás csatlakozott, vagy csapatokba, szervezőbe mentünk, és az a fantasztikus ebben, hogy amikor egyedül szeretnél lenni, akkor egyedül vagy. Amikor társaságra vált, akkor rögtön találsz egy partnert. És a nehézsége is, mert hogyha van egy jó csapat, akivel nem ismertet, és akivel már barát vagy, az előtt soha is talán ezután sem fogunk soha találkozni, de valahogy olyan nehéz elválni tudunk. Van egy bizonyosságot, lehet menni, nagyon jó társaság, együtt kávézunk, együtt reggelizünk, ebédelünk, a szálláson találkozunk, együtt főzünk, együtt nevetünk, cselekedjük egymás hagyományait, nyelveit, és nagyon hűvel kapalunk. Nekem az egyik legfantasztikusabb élmény az volt, hogy talán soha ennyire szabadnak nem éreztem magam, mint ezen a úton. Egy olyan érzelmi egyensúlyba kerül az ember, amikor valóban ott van, hogy azt csinálom, amit szeretne. Ha meg akar állni, megáll, ha pályalába, akkor áttatja a hideg folyóban, hogyha éhes, eszik, tesz, ha nyitva van a tilda, vagy kíván valami, most teljes, de úgyis elég, tehát bármit szeretnék ennyire, és utána, de annyira fantasztikus volt, hogy nem hittem senkitől, és szabad akaratom volt, 11-ig tanultuk voltam, vagy akár kettőig, hogyha megtetett egy szállás, mert volt egy megerőt, és azt mondtam, hogy ez nem jól ki. Az utolsó szakaszra reflektálva megint egy kicsit visszatérve, illetve megint picit visszemszögből, hogy ezt mi Gáspárral megfogalmaztuk magunkban szabályként, hogy természetesen tekintettel leszünk a dialogos zarándokokra, nem fogjuk ijeszgetni őket, meg ilyenek. Nem tudunk rájuk csörögni, hiszen ki tudja, hogy felmény gondolkozik, és mégsem jöli. Nem is volt ezzel gond. Az utolsó szakaszon kezdődtek a problémák, mert felmennyire óvatosan próbáltuk megközelíteni őket, hogy ne legyenek ezeket, úgy kell elképzelni, 10-20 fős csapatok mennek ilyen zacskókkal, és úgy elvannak. És csak meghallja valaki az ördést, hogy tehát a gyakorlatilag az volt, hogy szép lassan megközelítjük, és akkor megelőzzük őket. Most ehhez képest egy ilyen csoportnál valaki csak meghallotta, hogy jönnek a biciklisek, elordította magát egy kicsit, és erre innentől fogva mindenki keresztül pasolt, minden irányba elindult, tehát ezt nem lehetett őket megelőzni. Az volt, hogy egyszerűen tényleg észrevétlenül elmenni mellettük, mert beugrálnak elénk. Nekünk ez az utolsó szakasz, igen, ez a tapasztalat, hogy óriási vezetőnek, én gondolom, járultunk, kényeztetve, szerencsések voltunk. Az az útvonal, amit végigjártunk erdőbe, park között, ösvényeken. Nagyon kevés aszfaltos léptel, teljesen más világ, nincs megtörténik, hogy egész nap nem találkozó senkivel. És ez az utolsó kilométerek, ez tényleg erről szólt, hogy kicsi kerekes bőrünket ismertek, és taxival is hívették a csomagot, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen kis identikus volt körülöttük, de nagyon jó volt ebbe az, hogy déli egyik kettőig zajlott, mi reggel kialudtuk magunkat, később indultunk, minek nagy tömeg van, és akkor együtt szórakoztunk, és akkor délutánra indult az út, lehetett nyugodtan menni, mindenki elfoglalta a szálláshelyet, nem tudom, hogy mit csinál, de utána lehetett valami. Lehet csak az utolsó felkészülni. Igen, most nem tudom pontosan, hogy ezen a részen nem, de tehát erre a szervezett zarándokutakra kapcsolatban, ami a legérdekesebb volt, hogy találkoztunk egy olyan kamionnal, egyébként nagyon jól nézett ki a rajta a Szent Gabutnak a jelvénye a kagyló, de úgy kell elképzelni, hogy egyre nem tudom, ez a nyerges kontaktos kamion, ami át volt alakítva a lakó kamionnál. Gyakorlatilag is hát ez úgy működött, hogy az ember befizet erre az útra, neki megvan ebbe a kamionba a kis szállása,
a kamion az valahol megáll, ott alszanak, ő elgyalogol 20 km-t, a kamion előre megy, megvár el, és ugyanakkor az árba végig tudja aludni gyakorlatilag az egész El Camino. Igen, és nagyon sokan például úgy járnák ezt az utat, hogy elindulnak a zsapidapontról, például, és elérkeznek 100, nem tudom hány kilométert megtérve, és azt mondják, hogy ez most ennyit jön bele ebbe a nyárba, jövő nyáron innen folytatom a következő még 200 kilométert. Igen, valóban nagyon-nagyon sokan teszik meg így az utat, meg ami nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok tanáremberre találkoztam, mert hogy pont az az időszak volt, hogy vakációs volt, és lejárt az érettségük, és úgy a feszültséget úgy vezetik. Nagyon-nagyon sok érdekes emberre lehet találkozni. Én egy német családdal is találkoztam, öt gyerekkel járták végig a kamiont. Mellytállal, hordozókendővel, babakocsival, egyik a másikat furcolázta. Olyannal is találkoztam, akik a nézeseket ott töltötték, a nácikat ott töltötték, fel volt írva rá a forintra, hogy Jack Murray. Olyannal is találkoztam, aki visszafele jött, tehát Komposztellából indult el is, mert a Szent-Jean-Paul-hoz-ra nagyon-nagyon nehéz lehetett neki. Nagyon-nagyon sok furcsa ember megfordul. 80 éves bácsik, a fiatalok, ugye Janka is nagyon fiatalon egyedül járta végig az utat. Tehát aki tényleg valóban elhatározza magát bátor, tehát mindenkinek szól ez az út kivételni. Számunkra, tehát kis emberek vagy emberek, fiatalok, idősek, ami nekünk nagyon tetszett az, hogy kutyák. Tehát mi találkoztunk olyan zarándokkal, egy lány és egy fiú, és a kutyán volt egy ilyen kis hátizsák, a kutya vitte a saját cuccait, és ő is zarándokon. Beszélgettünk itt Szidivel, amit ti az utolsó szakaszról meséltetek. Beszélgettünk arról az érzésről, amit kivált az zarándokokból a megérkezés pillanata, az, amikor odaérsz, amikor elérsz az úti célodhoz. Biztos vagyok benne, hogy ez nehezen szavakba ütheti. Mégis megkérdezek, hogy akkor próbáld meg elmesélni a jelenlegét. Nagyon szívesen mesélek, de a saját példámmal kezdve. Megismerkedtem egy német kórszakból származó úriemberrel, akit első pillanatról rettenetesen félelmetesnek tartottam, sok helyet voltak az alattam, tetovállás, teljesen kopasz volt, és működik az előkéletek szintjén, hogy igyekeztem azért a két lépés sávosságot megtartani. Viszont az út során többször találkoztunk, és rájöttem arra, hogy tényleg egy nagyon értékes ember. Ő volt az, aki nagyon sokszor megkérdezte tőlem, hogy te akkor az út végére érünk, és akkor ugye nem várod, és ugye nem akarsz hazamenni. Ez jellemző, hogy mindenki, aki az úton van, legalábbis akikkel én beszélgettem, mindenki azt mondja, hogy nem, egyáltalán senki nem kívánkozik haza, ez annyira jó, és akkor mindenki belemegy az a félelem, hogy történik majd, hogyha hazamegy. És én mosolyogtam, mondtam neki, hogy nem, én nem tudom, hogy milyen érzést fog kiváltani belőlem, sem az a pillanat, amikor megérkezünk, sem az a pillanat, amikor haza kell indulni. És igyekszem nem beengedni magamnak, hogy na, akkor ez most jó lesz, mert megyek hozzá gyerekeim, hogy ez nem lesz jó, mert vége van az útnak, a szabadságnak, hanem lássuk majd, mi történik. És akkor úgy történt ahhoz a út, hogy elindultunk, elég hosszas út, jó pár napot jöttünk, és akkor, amikor eljöttünk Santiagóból, akkor eldöntöttük, hogy jó, akkor itt a vége, és akkor elbúcsúzunk, és egyet sírunk, és megyünk tovább. És megérkeztünk Madridba a reptérre, és elmondjuk, hogy jó, még mindig tartok az érzés, de akkor most már itt tényleg vége, és akkor még egyet sírunk, és akkor megyünk tovább. És akkor megérkeztünk Budapestre, és ugyanez a történet, és amikor hazaérkeztünk, nagyon-nagyon fáradtam, és a család körbeült, és még órákon keresztül meséltünk, és beszélgettünk, akkor rájöttem, hogy nem, az út az nem ért vége, az hazahoztuk magunkban, és én úgy érzem, hogy lassan, nagyon-nagyon sokat
alakított rajtam is, a környezetemen is az, ami a történet, hogy valahol nincs vége. Ez aztán így hozzá, van egy olyan életérzés most már, amit így hívunk az ottani mutáztatásaink kapcsán, hogy a kétszerállérzés, ahogy lesz, úgy lesz, és úgy lesz jól. És ez jön egy olyan, az, ahogy te mondtad, Kriszta, az a kiegyensúlyozottság, hogy tényleg nagyon jó volt. És ha az utolsó, vagy a nagyon közeli megfogható ilyen pillanatot meg kéne elezzen, akkor az a pont, amikor a hídon szerejtjük a rendezvényban, mert hárman, és megérkezett egy 10 fős spanyol csapat, és neki fogtak egymással kacarázni és dudorázni itt a hídon, ahogy jövünk a Sányosos hídon. És akkor így elkacagtam magam, rendőr az unokatestvérem, aki segített azt, hogy a felszerelni, és azt mondja, hogy mi a helyzet, mert most valami van, és nem tudom, ne lehet meg, és nem tudom, hogy ez a kezdte ráérzel, és aztán ha elnéz, akkor tudod, hogy ez milyen. Hát én amikor Compostelában megérkeztem, akkor tudtam, hogy tovább kell mennem. És úgy is alakult, mivel hogy én egy nagyon olcsó változatot választottam az oda- meg a visszautatással, egy átlátszikos busz, ami 2 napig ment, tehát azt hittem, hogy soha nem érünk oda, de rosszabb volt a visszafele út, amikor 900-valahány kilométer legalább voltam, és felültem egy ugyanolyan buszra, és 2-3 napig újra hazavittettem, akkor a 2 lábam valami 3 méteresével ragadt, hát nagyon-nagyon kegyetlen állapotot éltem meg. És nem szerettem volna foglalni az autóbusz visszafele, de közölték velem, hogy nincsen hely, talán egy hét múlva. Jó, akkor lefoglalom egy hét múlva, és tovább megyek az úton. Így jutottam el Muxiáig, ami már valóban az utolsó kis darándok falucska. A Finisterra előtt, a 0. kilométernél ér vége tulajdonképpen a darándok út, és én még tovább mentem egyet, de el kell mondjam, hogy a legesebb, csodálatosabb út volt a Compostelától egészen Muxiáig. Egy, hogy nem voltak nagyon sokan, az út annyira szép volt, hogy majdnem semmi civilizált helyen nem vezetett át azért. És nagyon sok jó barátkal találkoztam még ráadásképpen, akikkel addig nem lett, hogy akikkel zarándok voltam, azok majdnem mintha zarándok Compostelába. Úgyhogy én le tudtam zárni az utat Muxiában, egy annyira szép pontot tettem az íve azzal a csodálatos, hogy ikkori kikötővárossal, hogy azt mondtam, hogy annál méltányosabb a fejezés se a kaminónak nem se lehetett volna. Az óceán, a négy ellen találkozása, a hagyományok, egy olyan középkori templom, amit áradások folyamatosan elborít a víz, amiben egy pálmaágból faragott kis Jézus szobrocskát helyeztek oda a Jeruzsálemből, ahol meditálni lehetett kívülve a sziklákra, és van két nagyon érdekes nevezetessége. Az egyik a csókolózó kövek, minden nap 2 órakor, ahogy odasüt a nap, olyan kövek csókolóznak. Egy másik, ami egy olyan formát vált ki a víz a kőből, hogy beteheted a fejedet és a kezedet, és kiválthatsz valamit is teljesül. Hát én nagyon, akkor még nem hittem ezen a csodákban, de tudom, hogy léteznek, mert kiváltam is teljesül. Úgyhogy nekem Muxia nevetek a lányok, hogy lesz a kötőső. Finisterra. Igen, ott van a 0 kilométer kő. A Finisterrával azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok zarándok inkább ott fejezi be a zarándoklatot. Elégetik a ruháikat, felmennek a hegyre,
van egy gyönyörű kilátó, van víztorony, és tehát, hogy Komposztella a nagy székesegyház, aki nem katolikus, talán én unitárius vagyok, és semmi közöm ehhez a nagy, tehát olyan féle hithez, ami egy vallás diktál, és ez volt nagyon fenomenális ennek azoknak a befejezése, hogy úgy, ahogy elkezdődött, annyira egyszerűen, élményhússal, úgy lecsengett az ilyen egyébként helyen. Úgy látszik, hogy ez valóban mindenkinek az megérkezés az egy fontos pont, és jelenleg mi is azt tapasztaltuk, akikkel beszélgettünk, hogy általában tovább mennek, tehát nem lehet csak úgy, hogy akkor az a befejezés, és előre repülő, és az a repülő, vagy a hatóoltók mindegy. Tényleg az van, hogy megérkezel, de még akár nekünk is, akik 9 nap alatt tettük meg egy okot, sokkal rövidebb idő alatt, de kialakul egy rendszer az életekben. Reggel 8-kor kiúlt, vagy 9-kor kilaknak az albergéből, menni kell, ha esik, ha szakad, reggelizel valahol egy fa alatt, délben majd valahol eszel. Tehát kialakul egy olyan rendszer, és akkor megérkezel a célhoz, és egyébként szerintem ez más ilyen hosszabb túráknál is valószínű, hogy jellemző, és ott állsz a célba, és úgy azon gondolkozol, és akkor most mi van? Tehát ezt úgy megszoktam, nagyon jó volt, és most úgy jött el, miért ugyan föl, és akkor itt kellett tovább mennek az emberek. Ez egyébként a menetrend az az, hogy elmegy az ember az Arándok irodában, leadja a kis útlevelét, ülnek ilyen hivatalnokok a kis boxokban, az ember óra látolnak egy kérdőívet, hogy honnan jött, mikor indult, mennyire a teljesítette, és ami kulcskérdés egyébként a Komposztellának a beszerzéséhez, hogy van egy oszlop, ami megkérdezik, hogy milyen indítatásból teljesítetted az El Caminót. 3 válasz lehetőség van, vallási okokból, vallási és egyéb okból és egyéb okból. És ha az ember a vallási pedig szerint kap Komposztellát, és ha az egyéb okot iszel ide, akkor kap egy üdvözlő levelet latinul, hogy megérkezett Komposztellában. Igen, ez hozzáfűzni talán furcsa, de valóban a nagy dolgokból nem lehet kivenni Isten. Én egy Isten félelmére vagyok, viszont annyira ott van valaki veled, és annyira őriz, hogy nem leszel vallásos, de valóban van valami, van valaki, aki vigyázz rád. Tehát talán ez az út is nem hiába vezet minden egyes, hogyha picit is kerülővel is, de minden egyes szentrumba, kápolnába. Nekünk jó hűsülni ott, de mégis van, tehát hogyha nem is spirituális okka, de úgyis valahol benne van az, hogy valaki vívott is, vagy ebből nem lehet kihagyni Isten. Végszónak is tökéletesen, de így mondhatokat hallhatunk. Én szeretném megkérni a közönséget, hogy amennyiben bárkinek kérdése van az előadókhoz, legyen olyan kedves Istenétől, és megkérek szépen, segíts ebben. Tehát jelezzétek, kérlek, hogyha kérdezni szeretnétek, és már is lesz szívadatok. Úgy tűnik, hogy nagyon átfogó volt. Én azt szeretném megkérdezni, hogy le tudnátok írni azt a pillanatot, hogy meglátást a tankjáról, ekkor a táblát, hogy akkor konkrétan mit éreztetek? Hogy abban a pillanatban, amikor rájöttetek, hogy akkor beértem abba a városba, ahol én készültem. Tehát az maga az a pillanat, amikor rájöttetek, hogy nem a Santiago tábla volt az, ami kiváltotta azt a kérdést, hanem maga az a tér, a katedrális. Azt, hogy mit éreztem, forróságot, jéghideget,
hogy berekteg a könnyeim és kacottam egyfolytában, hogy nem értettem semmit, minden a feje tetejére. Azt hiszem, hogy ez az érzés az valahol egy azokon orvosnál jóval intenzív a érzés, amivel úgy nagyon különben van. Én nem látom a Pállát, mert időközben találkoztam a Szeveni barátnőmmel, és elhatároztuk, hogy éjszaka fogunk menni Komposztelába, mert egyáltalán nem lehet szállást kapni. És hogyha már ott vagyok, akkor két éjszakát el szeretnénk tölteni, annyira lehetőség ott, hogy azt nem lehet kihagyni. És éjszaka augusztus 5-én, pontosan a névnapon értünk részben két szeveni lányjal és egy illatlányjal. Mi leültünk a katedrális elé, én a hátizsákomban becsempéztem egy pesgőt, kibontottuk, kattintottuk, és ennyiből döntünk át, és aludtunk, mert tényleg kibontunk fáradva. Ami katartikus érzés volt, az a másnap reggel, illetve dél körül, amikor a zarándokok érkeztek be, és mindenki lehetett. Olyan csodálatos dolog volt, hogy mindig a videk királt, hogy én nem, tehát én tulajdonképpen csak láttam a boldog részletet, olyan csodálatos volt, hogy nem barát-baráttal, hanem idegen-idegen, hanem mindenki lehetett is. Hát ez az érzés az valami teljesen megfoghatatlan, és ami azon a téren van, az is egy olyan dolog, amit szavakán igazán lehetre élni. Tényleg úgy van, ahogy Júli mondja, hogy ez úgy kettős, hogy érzed magadban a végleteket, az ellentét fárgot, és mindenközben azt is érzed, hogy te teljesen jó vagy, és teljesen egy elsőben vagy a kettő között. Mi úgy mentünk be a Vajatére a katedrálishoz, hogy előző éjszaka a Csutadegonszon aludtunk, az egyik zarándok társunk ott házigazda volt abban a hónapban, korábban érkezett, és akkor már előtte megbeszéltük azt, hogy közösen fogunk bemenni, és az a 8-10 fős kis társaság, akikkel gyakran találkoztunk, hogy akkor menjünk együtt be a katedrálishoz. Végül azt hiszem, hogy talán utána egy hatalma voltunk, akik egyszerre mentünk be, de az volt az igazán jó érzés, amikor ott a könnyek között tényleg lecsaptuk a hátizsákot, és megöleltük egymást, az volt egy olyan katarzis pillanat, amit én szavakkal leírni azóta sem tudtam. Megint a biciklisáknak az utolsó szakasz, az még tartogatott meglepetéseket, ugye megérkeztünk, láttuk a Santiago táblát, hogy a barokok voltunk, és mentünk befele, tehát nyilván az arándok út az illegyenesen a térre vezet. Csak az a probléma, hogy van egy lépcső. És hát ki van téve kedvesen egy tábla, kerékpárosok jobbra. Na most kerékpárosok jobbra, de ott már semmi nincs kitéve azon túl. Egy középkori belváros, kis keskeny utcák, keresztül kasszuk, fogalmunk nem volt, hogy merre kell menjünk, tehát néztük a napot, hogy körülbelül tudni, balra kell legyen valahol a főtér, és hát nagyon sokat mentünk egészen a napon, amit eljöttünk a főtérre, és hát, amit az előbb is elmondtam, ez az üresség, volt nálunk egy kamera, amivel felvételeket készítettünk, és azon a kamerán, tehát a felvételen rajta, amit bejelentkezünk a főtérre, és megkérdem Kástártól, és akkor most mi van? Esetleg további kérdések? Azt szeretném megkérdezni, hogy volt olyan, hogy most akkor befejezem és megyek haza, és ennyi volt és elegem volt? Annyira szép dolog az, hogy fáj. Nagyon fáj, tényleg nagyon fáj. Tehát nincs kamió, vízfolyamok nélkül. És bármennyi gyalogolt, úgyis vízfolyam lesz. Tehát ezért nem lehet erre az útra felkészülni.
és legyalogolni nem tudom hány kilométer, mert a kamion úgyis fog fárni a vállal. Tehát én azelőtt Csíksomjóról elgyalogoltam Rómáig, és úgy is fájt a lábam. És ami csodálatos, ha ült is fáj, ha fekszel is fáj, ha mész is fáj, tehát akkor mész. Mész, hogy haladjál, és akkor egyszer csak elmúlik. Nekem a kamion egyik nap fájt a lábam, másik nap nem fájt a lábam. De feladni, és vita vannak, jó a kérdés, mert nagyon-nagyon sokan küzdködnek ilyen problémákkal, hogy nem felfeladjam, mert nem, egyszerűen nem bírom tovább, a fizikai lehetetlenség, és pszichésen készült ki nagyon az ember. Főleg van egy olyan rész, hogy mezeta, ott se árnyék nincsen, az emberek vizes kendővel a fejükön, esetleg énekelve, tehát vakon kell átmenni a mezetán, ami három nap, és nagyon kimerítő, mert felkészülünk vízzel, azelőtt a térképet kell nézni, és nagyon szépen figyelmeztetnek, hogy vigyázzál, mert ez következik, és tegyél magadhoz vizet, mert ha nem bajban leszel. Most vannak emberek is, és az is szép, hogy bevallom magának, hogy én ennyi volt, ennyit tudtam teljesíteni, vagy ennyire voltam képes, és talán jövőre itt kezdem, és tovább gyakorlom. Én úgy gondolom, hogy van ennek egy olyan kisugárzása, amit valamit hozt a kezébe, és sovább segít. És volt olyan napunk, amire ma is azt mondom, hogy fizikailag egy lehetetlen nap volt. 53 kilométert mentünk ilyen hegyes terepen, és így, hogyha visszagondolok és elmondom ezt, hogy 53 kilométert, akkor én is megkérdőjelezem saját magam. Meg vagyok arról győződve, hogy ha most elindulnék, akkor azt az 53 kilométert, azt semmiféleképp sem tudnám teljesíteni. Van valami plusz, ami mindig tovább visz az egészen. Láttál elsőnek, hogy azok nem fájt a lábunk. Más kérdés? Ja, nem kell azt szerintem, nekem egy kicsit más jellegű kérdésem volna. Ugye a kamionról beszélgetünk, a világ mindenhol megfordultam volt. Mondd nekünk, mi találkoztam. Szerintetek, hogy láttátok, ugye nyilván van egy problémus az egészben. Nyilván van néhány száz év előnyünk is ebben a problémusban. Volna, most nyilván nem utánozni őket, de itt vannak a saját találkozók. Nem biztos, hogy nyaralványokat a világ minden pályára, de nekünk itt van. Hogy itt valamit elindítani, hogy egy kicsit utánozni őket, hogy legalább profin tudjuk fogadni a szarándokokat. Mert ugye lehetne nagyobb életet hozni a Mária útba is mondjuk akár. Nem mennyiségileg, hanem szolgáltatásban, hogy bármi, amiről most meséltem be. És hogy látjátok így, hogy ott láttátok, hogy működik? Hát az is évek kellett ahhoz, hogy kialakuljon. És nem a legjobb dolog, mert annyira a fenekünk alá volt ilyen minden internettől elkezdve, hogy néha valóban az volt, hogy teljes mértékben kiszolgálna, nevezhetném, hogy egy vallási turizmus alakult ki. És én azért gyújtam arra, hogy minél előbb menjek el, mert tudtam, hogy következő évben megint drágább lesz a szállás, következő évben több internet lehetőség lesz, következő évben biztos, hogy sokkal többen lesznek, mint akkor, amikor én voltam. Na most ez a Mária út azért nagyon jó, mert csűrökben szállnak meg, az emberek saját készítésű ételeket kínálják meg az zarándokokat, és nem az van, hogy én most felépítek egy nagy palotát, vagy egy jó pénzt, hanem ezek az elsődleges fázisok, ez a kezdő lahuna, ez a legszebb. Mert biztos vagyok benne, hogy itt is fog épülni, főleg, hogyha pénzt látnak benne, elnézős, de tényleg pénzről szól, és pénzről szól a kamina is. Tehát pénz van benne, ez biztos. Szép dolog ez a Mária út, és egy nagy lehetőség.
közönség úgy, nem 700, hanem 1000 valahány kilométert megfelelő tömegben, mert annak is van egy kibózisa, hogy a tömeg vagy biciklibe, már ismeretni jó pár évet, aki biciklibe lenyújt a Mári úton. És Pesten is jó dolog, mert nekünk is munkát ad, mi is nagyon-nagyon szívesen az Erdély Kárpát Egyesülettel jótért szolgálva festjük a Mári útot és segítjük a barátokat eljutni a célokhoz. Én gondolom, hogy mindenféle kép szükség van a helyi, de időt szükség van az emberek, a helyi lakosok hozzá kell érjenek, ehhez meg kell értsék, a zarándokok is el kell fogadják. Most az elején úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az, aki ott zarándokol, igazán zarándok lelkülettel, figyelje azt, hogy az útlakóknak is ez egy kapcsolat, ami az útlakókkal találkozott, amit adok, ha szeretett kiadálás akármit, akkor természetes, hogy ez valahol a következő zarándokon fog visszatérni. Én hiszek benne, és gondolom, hogy ezek a dolgok a zarándokoknak megvan a helye mi életünkben, és kialakul, elmennek majd azok az zarándokok, akik a lelket tudják lehelni az útba, hogy majd az út az tudja sokszor is tenni, és tovább adni a támogatóknak. Esetleg tovább a kérdés? Amelyben nincsen más kérdés, tekintettel az időkorlátra, és én megköszönném a jelenlévő előadóinknak Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy pár évvel ezelőtt készült egy amerikai film, a maga kis amerikai belátásaival, a Vándor utaz a címe. Érdemes megnézni, tehát háromszor is megnéztük a filmet, ugye mielőtt elmentünk, megnéztük. Ez nem volt annyira jöttet, mert megérkeztünk, és azt hittük, hogy a Székesegyházba kell bemenni, és ott a vége az egésznek. Mert ott meg kell tapogatni valami szobrot, szerint. De mikor meg jöttünk visszafele a vonattal, akkor meg azért néztük meg, hogy mik azok a részek, amik mi végigmentünk, mi van benne ebből a filmből, vagy a filmben. Valóban úgy van-e, hogy a filmben lejátszották, de például ez egy érdekes momentum volt, hogy van egy jelenet a filmben, amikor Oszebrejo van el, tehát Oszebrejo településen ez a legmagasabb település, viszonylag közel a vége felé, és a filmben pont a fényviszonyok miatt a vándorúkkal szemben van felvéve ez a jelenet. Ugyanakkor ugyanígy burgozva, amikor ők megérkeznek a filmben a Bódoszi Székesegyháznak a terére, akkor egy boltíves kapun jönnek, ami egyébként nem része az arányokunknak. Tehát vannak ilyen finomságok, de egyébként a filmben, tehát nekem tetszett személy szerint a film, és nagyon jó képjelni, az a Márti Sink főszeretésével, ugye spanyolok családosról előjözte ez, és ők forgatták ezt a filmet, és szerintem érdemes megnézni. Mindegyik mindazok után, amikán legyen voltátok a kamerának, hogy ne előtte. Én is köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ennyien összegyűjtünk, és ennyi embertőbe kell az elkomina. Hogyha tényleg valakiben megszületett a gondolat, hogy elvarándokol, én nagyon-nagyon szívesen odaadom a könyvet, és szerintem bárki nagyon szívesen mesél még plusz dolgokat, mert nem egyszerűen nem lehet elmondani, mint a könyvekkel. Beszámolok meg ilyen szinten, tehát ugyanúgy, hogy a tavalyi útunkról, meg az elkövetkezendő, meg eddigi utainkról, nekünk egyébként azért nem baj, hogy van internet, mert ez a tisztőségtől működik, hogy megcsináljuk azt az utat, amit arra napra terveztünk. Aztán kell lefekszik, én megjelölök a gépelét, letöltöm a képeket, leméletezem, és megjövöm a napi beszámolón. Tehát így eddig már három ilyen nagyobb halandon vagyunk, túlkészülnek a következő
és a vitézkültőstream.hu oldalon gyakorlatilag napi szinten beszámolók vannak, az eltáminon trekket vannak, amiket el lehet tölteni, ha már modern tettük a vízányi lehetőséget ad rá, tehát még akár esetében az ember, mert lehet, hogy GPS-ével is megadhatni. Tehát akkor, hogyha nincsen további hozzáfűzni valótok, akkor a Gyulának az utólagos engedelmével én elmondom azt, hogy beszélgettünk előadás előtt arról, hogy ez az útvonal, ez nem csak Zarándok útnak, de túraútvonalnak is egy nagyon jó célpont. Legyen az biciklivel, autóval, ki ahogy éri ezeket a szakaszokat megtegye, és biztos vagyok benne, és ide jön az utólagos engedelmet, hogy Gyula akár magánbeszélgetések keretében is nagyon szívesen megosztja a tapasztalatait és a jó tanácsait ezt illetően. És hát a lányok pedig az Zarándok úttal kapcsolatosan biztos vagyok benne, ugyancsak, hogy mindezt megteszik. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy elfogadták megkívásokat, köszönöm szépen a jelenlevőknek, hogy meghallgattak, és akkor mindenkinek azt kívánom, hogy legyenek részt az LKM-ban, mit elugolják.